Gratulálok a Szeged csapatnak. Nagyon jó. First of all, I think... Sok gólt lőttem, de nem vagyok maradéktalanul elégedett. Sokat hibáztam a támadásban. A csapat nagyon jó munkát végzett, és ez a legfontosabb. Szép siker volt, nagyon örülök neki. Igazából ma nem játszottunk jól, és nagyon passz hibá voltam mindenkinek, és nagyon rossz voltunk vezekedés, és nem munkodik vezekedés, és... Hát ilyenkor, ha jó is játszol, és nem jó érzés, mert rossz napunk volt, és kikaptunk a 8 gól, és szerintem, hogy tudunk jobban játszunk, hogy ne legyen ilyen az a result, de majd szerda. Emberelőnyös szituáció volt, amikor adtunk 3 vagy 4 labdát, 10 vagy 10-6 volt, az most pontosan nem tudom, mikor visszajött a Krisztián Stett 1 gólra, úgyhogy ezt a 10 percet mindenféleképpen felrúnám magunknak, azon kívül én úgy több indítás gólt várnék a csapattól, ez nagyon-nagyon fontos lesz szerintem, de egyébként igen, tehát most volt egy hetünk felkészülni, nyugodtan felkészülni a Krisztián Stettre, most ugye ez visszavágó az már szerdán lesz, utána már megint kezdődik a mókuskerék előről, nem lesz ennyi időnk, többé-kevésbé én is elégedett vagyok, a legfontosabb tényleg az volt, hogy ezt a 2 pontot zsebeljükbe gyűjtsük be, ez nagyon fontos volt a csapatnak, hál' Istennek, hogy sikerült is egy magabiztos győzelmet aratnunk. A Szeged jobb teljesítményt nyújtott védekezésben is, nekünk vannak hiányzóink is, és ez meglátszott a játékunkon. Gratulálok a Szeged csapatnak. Hát mondjuk pont azt beszéltük az öltözőben, hogy nyerjük meg akkor harmadjára is a mérkőzést, tehát így, hogy az első fél idő, a második fél idő elején, és utána volt még a második fél idő közepe vége felén is egy ilyen helyzetünk, vagy szituációnk, amiben belekeveredtünk, és tényleg, hogy te mondtad, nem elléptünk többen, hanem egy-két gólt elveszítettünk ebből. Ezekre figyelni kell nehezebb meccseken, mert ekkora lusztus nem szabad magunknak megengedni. Nagyon fontos lesz a szerdai mérkőzés Svédországban. Ha azt a meccset megnyerjük, akkor nagyot lépünk egy jobb csoporthelyezés felé. Legalább ilyen játékot kell ott is hoznunk ahhoz, hogy ez sikerüljön, nehéz mérkőzés lesz. A BL-ben úgy gondolom, hogy ezzel nem lehet így számolni, most ott vannak, hogy például otthon megverték a Löwent, most itt kikaptak meg azért. Én úgy gondolom, nagyon kiegyenlített a csoport itt, ami legfontosabb az, hogy a védekezésünket én úgy gondolom, hogy jobban össze kell szertünk, tehát én azzal sem voltam maradéktól elégedetlen. Ők, amiben feljöttek szorosra, meg szorosra hozták az első fél időt, meg a második fél időt, és még kicsit kapaszkodtak, az mind a mi hibánkból volt, tehát ez a koncentráció hiánya. Ezekre kell odafigyelnünk, a védekezésünknek stabilabbnak kell lenni, és akkor úgy gondolom, hogy kint is tudunk egy nagyon jó mérkőzést játszani és nyerni is mindenféleképpen, az a célunk.